Tudjátok, mi jön most? Egy újabb Caillou történet. Nos, lássuk, mit csinált ma Caillou? Azt hiszem, állatokat látott. A mai mesénk címe Caillou elmegy az állatkertbe. Szia! Üdvözöllek az állatkertben. Az én nevem Zoé. Szerinted sok állatot fogunk látni? Ó, igen. És nagyon izgatottak vagyunk, mert nagyon sok állatunknak születtek kicsinyei. Szeretnél látni farkaskölyköket? Farkaskölyköket? Valóban? Hűha! Látod a kicsiket? Ott vannak az orraik. Miért nem jönnek elő? Látni akarom őket. Csak tegnap születtek, úgyhogy a mamájukkal szeretnének maradni. Ó, látni akartam őket. Tudod, Caillou, ők egész életükben a családjukkal maradnak. Az összes kölyök az apukájával és az anyukájával marad. Ó, nem. A legtöbb állat elhagyja a családját, amikor felnő. Szeretnél látni egy másik családot? Igen. Caillounak tetszett, hogy az állatok is családban élnek. Hol vannak? Hol vannak? Biztosan a házukban, Caillou. Attól tartok, hogy ma nem láthatjuk őket. Habár lehet, hogy mégis szerencsénk lesz. Hű! Milyen nagy az orrszarvú! Akkora, mint egy dinoszaurusz! Ormidino! Képzeld el, Caillou, az orrszarvú nem fiú. De nem ám, most szült kicsiket. Tényleg? Kis orrszarvú. Persze, Caillou, még a nagyállatoknak is vannak kicsinyei. Nézzétek, ott van a kis orrszarvú. Nem túl szép, de szerintem nagyon édes. Igen, ez egy tengeri vidra, Ők a kedvenceim. Ő még nagyon kicsi korában került hozzánk, Caillou. Neki is van családja. Sajnos nincs. Tudod, az anyukája meghalt. A mamája meghalt, és nem lesz így baja. Rendben lesz. De tudod, mivel nem volt anyukája, aki tanítsa, nekünk kellett megtanítani mindenre. Még úszni és enni is mi tanítottuk. Caillou először látott élő tengeri vidrát. Csak hazavihetnénk magunkkal. Ó, hát ez nem lehet. Már majdnem olyan nagy, hogy visszamehet az óceánba. Mi olyan vicces, Caillou? Az a csimpánz épp olyan, mint a nagyapa. Igazad van, épp olyan, mint a nagypapa. De tudod mit? Az a kis majom pedig rád hasonlít, Caillou. Nézzétek! Ide jön köszönni! Meseidő van, gyerekek! Miről mesélsz ma, Nagyi? Nos, nézzünk utána. Vajon mit csinált ma Caillou? A mai mesénk címe Caillou esős napja. Ma együtt intézzük el a dolgokat. Ekkora esőben jól fel kell öltözni, hogy ne házzunk el. Beleugrunk az összes pocsolyába. Ez furcsa. Tessék, feladom. Nem kell, menni fog. Megvan! Ügyes! Segítsek begombolni? Menjünk! De Caillou elfelejtett valami nagyon fontosat. Anya! Igen, kicsim? Ki kell mennem a mosdóba? Itt várlak.
Caillou elindult a mosdóba. Odafelé valami megragadta a figyelmét. Hey, óvatosan! Caillou! 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 Apa! Mit csinálsz itt? Én csak a mosdóba indultam. Jaj, ne! Mennem kell! Tényleg ki kell mennem! Run! Apa, nézd! Egy repülő! Megnézhetném a repülődet? Szálljunk le azzal a repülővel, jó? Itt fog várni, amíg visszajössz. Nem felejtetted el véletlen a mamit? Anya! De igen! Sokat kellett várnia rám! Caillou sietett vissza az anyukájához, de mire odaért, az anyukája elrakta az esőkabátokat. Anya! Itt vagyok! Mégsem megyünk el itthonról! Dehogy nem megyünk! De nézd csak! A nap kisütött, így Caillounak és az anyukájának nem kellett esőkabát, de a pocsolyák megmaradtak. Ez az első, ez pedig a második. Anya, szerintem elfelejtettél valamit. Ez az, pocsolyák! Nézd, anya! Tudom, hogy jó móka, de most dolgunk van. De tudod mit? Hagyjunk nyomokat magunk után a boltig. Nézd! Gyertek, gyerekek! Meseidő van! Caillou csak 3 éves volt, amikor először látta az óceánt. A mai mesénk címe Caillou a parton. Caillou a családjával nyaralt. Ez volt az első közös útjuk az óceánparthoz. A part, a víz, a vízpartra hív a szív. Caillou, Rozi, halljátok? Mi ez? Ez az óceán hangja. Megérkeztünk. Caillou izgatott volt, és már alig várta, hogy lemenjenek a partra. Ó, nézd, anya, az óceán! Igen, és nézd csak, Caillou, a nap, vagyis kell napolaj. Ó, ne, ne, ez csíkis! Na, így jó lesz. Ez egy szép hely. Ki szeretne fürdeni? Én! Caillou még nem tudott úszni, ezért erősen fogta apukája kezét, ahogy befutottak a... Ez hideg! Nem lesz az, ha hozzászoksz. Caillou bárhol szeretett piknikezni, de a parton volt a legélvezetesebb. Caillou szendvicsébe belement a homok. Nézd, anya! Igen? Hey, az az én szendvicsem volt! Szia! Caillou követte a furcsa kinézetű kis rákot, ami egy kagylóban lakott, egészen a sekélyvízig, ami tele volt tengeri állatokkal. Látott tengeri csillagot, csikóhalat és tengeri sünt is. Várat építeni. Én! Menj innen! Nézd, Rozi! Így?
jön a dagály, nekünk menni kell. Nem várom! Úgy tűnik, hogy holnap építenünk kell egy újat. És holnap után is, és azután is, és azután is, és azután is. És azután is. Meseidő van, gyerekek! Lássuk csak! A mai mesénk címe Caillou új cipője. Gilbert! Végre! Segítsek bekötni a cipődet, Caillou. Nem. Nyom a cipőm. Nőtt a lábad, kicsim. Túl nagy ehhez a cipőhöz. Újat kell vennünk. Tessék, ez jó lesz. Vedd fel őket, és megyünk a cipőboltba. Caillou szeretett a pocsolyákban ugrálni a csizmájával, de ma napos idő volt, és ő szaladni akart. Szia, Sara! Ó, szia, Caillou! Hova mész? Megyek cipőt venni. Majd versenyzünk, ha megkaptad. Szia! Szia! Olyan gyors cipőket akarok, mint Sarai. Gyere, Caillou! Caillou élvezettel válogatott a cipők és a csizmák között. Rengeteg papucsot, női cipőt, és csizmát látott. Caillou nem tudta eldönteni, hogy melyik szín tetszik neki a legjobban. Mielőtt eldöntjük a színt, azt hiszem, meg kell mérnünk a lábadat. Nézzük csak, a te lábad 28-as. Anya, anya, 28-as a lábam. Tényleg nagyot nőtt a lábad, kicsim. Szóval a kék vagy a sárga tetszik. Azt hiszem, hogy... Mit szólnál a zöldhöz? A zöld? Jó! A csizmádat betesszük a dobozba, hogy haza tud vinni. Gyönyörű az új cipőd, Caillou. Ahogy az én cipőm is. Meg kell mérni a lábadat. Az én lábam már nagyon régóta nem nő. Versenyezzünk, Sara! Te túl gyors vagy nekem! Verseny, verseny! Szeretnétek mesét hallani? Gyere a tűz mellé, Nagyi! Olyan kellemes! Akkor kezdjük. A mai mesénk címe Caillou hóembere. Elkaptam! Én is! Építsünk hóembert! Hóembert? Hű! Szeretnél segíteni? Caillounak kifejezetten tetszett az ötlet, habár nem tudta, hogyan kell hóembert építeni. Igen! Te elkezded a fejét, én csinálom a testét. Rendben! Hóembert építek! Hóembert építek! Menni fog ez! Nem fog menni! Utálok hóembert építeni! Hogy haladsz a fejével, Caillou? Nem tudom megcsinálni! Nem? Ne aggódj, majd én segítek!
és megépítjük a világ legnagyobb hóemberét. A világ legnagyobb hóemberét. Az egész világét. Azt hiszem, ez már elég nagy. Csináljuk a többit. Először gyúrsz egy apró hógolyót. Látod? Kájúnak tetszett, ahogy Szará tanította. Egy hógolyó! Sikerült! Hé! Ne! Elég! De Kájú nem hagyta abba, és így Szará nem élvezte a játékot. Ha nem akarsz hóembert építeni, akkor elmegyek. Ne, maradj kérlek. Akarok hóembert építeni. Figyelj, könnyű. Kész vagyok. Rendben, rakjuk össze a hóemberünket. Ezt rá kell raknunk annak a tetejére. Mehet? Szerintem így jó lesz. Most jön a feje. Amit te csináltál? Hozom! Sziasztok! Hoztam nektek valamit. Nézzétek csak! Egy répa? Felhasználhatnánk a hóember orrának. De jó! A zacskó tele volt meglepetésekkel, és hamarosan a hóembernek hatalmas mosoly volt az arcán. Van nálam még valami. Nézzük, hogy jó-e. Nézd, Szara, milyen gyönyörű! És ő a legnagyobb hóember a világon. Gyönyörű. Nos, nem jöttök be uzsonnázni? Várj! Mi az? Egy hógolyó! Vagyis a hóember uzsonnája. Meseidő van, gyerekek! Nos, nézzük, hogy mit csinált ma Kájú. A mai mesénk címe Kájú bohócnak öltözik. Tudod mit, Rozi? Ma elmegyünk a parádéra. Parádé, parádé! Látni fogunk lovakat, dobosokat és bohócot. Imádom a bohócot. Nem bohóc, nem! Figyelj, Rozi! Ez az! Megyünk a parádéra! Bum, 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 bum! Ó, Kájú, lehet, hogy ez nem jó ötlet. Mi a baj, anya? Lehet, hogy nem jó ötlet elmenni a parádéra. Miért nem, anya? Menni akarok a parádéra! Lesznek ott bohócok is, és tudod, hogy Rozi nagyon fél tőlük. Nem is fél! Már nem! De menni akarok! Kájú szomorú volt és mérges. Ez nem volt igazságos. Miért nem mehetünk? Csak mert Rozi egy buta kisbaba. Emlékszel, Kájú, amikor kicsi voltál, te is féltél a bohócoktól. Szerinted mit csináljunk? Kájúnak támadt egy ötlete. Látod, Rozi? Nem ijesztő! Rozi, ez csak egy baba. Tudom már, anya. Eltakarom a szemét, ha jönnek a bohócok. Gyere, Kájú, menjünk a szobádba. Miért? Van egy ötletem. Talán elmehetünk a parádéra, de segítened kell. Kájú el sem tudta képzelni, mire gondolhatott az anyukája. Lássuk csak. Ez megteszi. Megmutatjuk Rozinak, hogy a bohócok nem ijesztőek, mert ők is emberek, csak bohóc ruhában. Jó. Nézd, Rozi! Kukucs! Kukucs! Nézd, haj! Wow!
Rozi, a bohócok viccesek. Nem úgy, Rozi, hanem így. Látod? Puka macska! Látod, Rozi? Bohóc lettél. Rozi már nem félt a bohócoktól. Rozi, nézzétek! Jól van, gyerekek, akkor indulhatunk a parádéra. Igen! Nyugalom, Rozi. Készen vagytok, kis bohócok? Igen! Szeretnétek hallani Caillou-ról és különleges barátjáról? A mai mesénk címe Caillou különleges barátja. Caillou az egyik barátjával, George-al játszott, aki egy meglehetősen különleges barát volt. Lehetnénk dinoszauruszok! Csak Caillou ismerte George-ot, soha senki más nem látta. Caillou-nak hirtelen támadt egy remek ötlete. Igen, versenyezzünk! Nézd, anya! Nézd, Nagyi! Versenyt futok az egyik barátommal! Éhes vagyok! Menj és szólj Caillou-nak, hogy ebédelünk. Rendben, Rozi? Megyek, Nagyi. Nyertem, nyertem! Hoppá! Miközben Caillou megpróbálta feltakarítani a cserepet, úgy döntött, hogy az egész George hibája volt. Nagyon gyorsan fut, de én le tudom hagyni. Hol lakik George, Caillou? Nem tudom pontosan, hogy hol lakik. Caillou. De azt hiszem, hogy a pincékben. George valószínűleg a legeslegjobb barátom az egész világon. Caillou, nézd, mi már végeztünk, de te annyit beszéltél, hogy még hozzá sem nyúltál. Sajnálom, anya. Talán jobb lenne, ha George kimenne, amíg eszel, jó? Rendben, anya. Köszönöm, George. Mindjárt megy Caillou is. Később találkozunk. Szia, Caillou. Ide tudnál jönni? Tudsz erről bármit is? George csinálta. Biztos, hogy George volt az. Caillou apukája tudta, hogy nem George törte el a cserepet. Igen, apa, versenyeztünk, és George véletlenül lelökte. Értem. Azt hiszem, neked is volt valami között hozzá, ugye, Caillou? Igen, apa. Akkor most segítesz nekem feltakarítani, és legközelebb, amikor George-al játszol, jobban vigyáztok majd, ugye? Caillou szerint ez egy kitűnő ötlet volt. Rendben. Jó, te csak tartsd ide a lapátot, én majd felsöpröm. George nagyon ügyetlen, ugye, apa? Olyan, mint te. Nagyon szeretem, amikor löksz a hintában. És én igazán szeretlek lökni, Caillou. Kint kezd lehűlni a levegő. Még jó, hogy mi bent vagyunk meseidőben. Most nézzük, mit csinált ma Caillou. A mai mesénk címe Caillou gerebjézik. Caillou és Rozi jól érezte magát. Észre sem vették, hogy a szüleik figyelték őket. Caillou, Rozi! Úgy látom, jól szórakoztok. Apa, anya, gyertek játszani!
Apa, elfújtad a levelet. Mutass egy piros levelet, Rozi. Igen, ügyes vagy. Itt egy sárga anya, és itt van egy piros. Köszönöm, Caillou, és köszönöm, Rozi. Caillou élvezte, hogy a napot a családjával tölthette, és játszhatott a levelek között. Ideje megfőzni a vacsorát. Gyertek, gyerekek! Addig én összegeremézek. Caillou nagyon jól érezte magát, és nem akarta, hogy véget érjen a móka. Azt akarta, hogy ez a nap örökké tartson. Segíthetek gerebézni apának? Persze, ez egy remek ötlet. Ez az! Rengeteg a levél, Caillou. Mindet össze tudjuk szedni. Igen! Ó, pedig nem könnyű munka, de együtt nem unalmas. Caillou szeretett segíteni az apukájának, de játszani is szeretett. Azt képzelte, hogy a levélkupacok nagy házak a városban. Ebben szeretnék lakni. Caillou annyira jól érezte magát, miközben a házakkal játszott, hogy észre sem vette, közben besötétedett. Nézd meg a házamat! Ó, ez egy csodás ház. Egyedül építetted? Igen! Gyertek be mindketten, kész a vacsora! Apa, csodás napom volt. Nekem is. Szeretem, amikor az egész család körülöttem van. Én is! Összegerebjéztetek? Igen, és nagyon sok levél volt. Házat is építettem. Caillou sokat segített, ugye? Hé, mi az ott a fejeden? Oh. Sziasztok! Meseidő van. Nos, akkor nézzük, hogy mit csinált ma Caillou. A mai mesény címe Caillou idősebb barátja. Caillou, ő André. Az anyukájával régi barátok vagyunk. Caillou nem úgy látta, hogy André kicsi. Sőt, meglehetősen nagynak látta. Te nagy fiú vagy, André. Hány éves vagy? 6! Ti játszatok, addig mi beszélgetünk. Gyere, építsünk várat! Mivel lehet játszani? Tudom már, játszunk kidobósat! Ne a házban! Megvagy! Ó, ledöntötted a várat! Nem én, te döntötted le! Nem szabad a házban labdázni! Akkor játszunk mást! Például bujócskázzunk! Jó, elbújok! Én számolok! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Megyek már! Itt vagyok! Caillou, hol vagy? Caillou, hova bújtál? Caillou nem tudta megállni, hogy ne csikizze meg André csupasz lábát. Most te fogsz számolni. Játszunk valami mást. Hát, jó. Van játék a szobádban. André idegesítette Caillou-t. Várj meg! Hozzam a robotomat! André, itt a robot! Mi történt? Eltörted a székemet! André, jól vagy? Eltörte a kedvenc székemet! Többi már nem a barátom! Úgy sajnálom, André.
Hozok neked egy csepp tapaszt. Semmi baj. Caillou nagyon mérges volt Andréra, de amikor meglátta a sebét, elkezdte sajnálni. André megsérült, anya. Rendbe fog jönni, kicsim. Nem akartam eltörni a széket. Baleset volt. Miért nem mentek ki focizni egy kicsit? De a labda fent maradt a fán. Én elérem. Ezt nézd! Várj meg! Nézd csak, így rúgjál bele! Megvan! Caillou már élvezettel játszott Andréval. Meseidő van, gyerekek! Ez a mese tetszeni fog nektek. Arról szól, hogyan lett Caillou tiszta festék. A címe Caillou színei. Caillou a nagymamája műtermében volt. Általában sok érdekes játékot talált ott. De a mai nap másképp alakult. Caillou nagyon rossz hangulatban volt, és nem volt kedve semmihez. Caillou unatkozott, nem tudta, hogy mit csináljon. Ahó, Caillou! Ahó! Meglepetés? Úgy tűnt, semmi sem vidítja fel Caillou-t. Biztos bal lábbal keltél fel, Caillou. Az mit jelent? Azt jelenti, hogy néha morcos vagy, és nem tudod miért. Nem vagyok morcos. Nos, ezt örömmel hallom. Uzsonnára isteni almáspitét fogunk enni. Most meg kell néznem. Nem vagyok éhes, és nem kérek pitét sem. Azt majd meglátjuk. Caillou nagyon morcos volt. Vajon mit csináljon? A nagymamája mindig hagyta játszani a festékkel. És Caillou mindig élvezte a festést. Caillounak tetszett a kék. Aztán úgy döntött, hogy a többi színt is kipróbálja. Pite! Caillou, hol vagy? Itt vagyok! Ó, Caillou, nézd csak a kezeidre! Az ujjaimmal festek! És milyen gyönyörű képet festettél! Te fel kell takarítanod, ha kérsz a pitéből. Szeretnél lenni pitét, Caillou? Igen! Ízlet, kicsim? Nyami! Caillou, szia, kicsim! Jól érezted magad a nagyival? Anya, az ujjammal festettem! Eleinte kicsit morcos volt, de aztán a festés megnyugtatta. És elmúlt minden rossz kedve. Nem akarok hazamenni! De bármelyik nap visszajöhetsz. Így igaz. Bármikor, ha bal lábbal kelsz fel, és morcosnak érzed magad, csak gyere a nagyihoz. Újra morcos akarok lenni! Nézzétek, Caillou postás lett. Épp erről szól ez a történet is, hiszen a mai mesénk címe Caillou felad egy levelet.
Jól szórakozol, kicsim? Igen, anya. Ó, milyen gyönyörű napunk van. Le fogom rajzolni a napot. Azt hiszem, megjött a posta. Vajon kaptunk ma szép levelet? Számla, számla. Nincs más, csak számla. Jó lenne egyszer egy igazi levelet kapni. Szia, Caillou. Valami baj van? Anya szeretne kapni egy levelet. Komolyan? Caillou elmesélte, hogy az anyukája mennyire szeretne a számlák helyett levelet kapni. Nos, küldjünk neki egyet mi. Sőt, én már tudom is, hogy mit. Nézd csak, ez egy gyönyörű levél lenne. Elküldhetjük anyának? Persze, és teszünk róla, hogy reggel megérkezzen. Caillou tudta, hogy néha a levélben a puszit X-el jelölik. Egy puszi, nagyszerű, már csak egy borítékkel. Tudom, hol tartjuk őket. Rögtön jövök. És a bélyeg? Ez az! Gilbert! Caillou, hol vagy? Mire készültök ti ketten? Semmire, tényleg semmire. Ugye, Caillou? Így igaz, anya. Ha szeretnénk, hogy reggel megérkezzen a levél, estére végeznünk kell. És reggel nagyon korán kell kelnünk. Tudom. Fúj! Nézzük. Mi van még hátra? Fel kell ragasztani a bélyeget. Így van. Másnap Caillou és apukája nagyon korán kelt, hogy találkozzon a postással. Anya, anya! Jön a postás! Anya, azt hiszem, hogy ma kaptál levelet. Ez érdekesnek tűnik. Caillou, milyen csodás meglepetés! És még Gilbert is aláírta. Köszönöm, Caillou, ezt a levelet örökre megőrzöm. Örökre? Hey! Ez a legszebb levél, amit valaha kaptam. Kész vagytok az esti mesére? Nézzük, mire készül ma este Caillou. Úgy tűnik, hogy kempingezni megy. Megvagy, nagypapa! Először el kell kapnod. Sziasztok! Ez jó játék. Gyertek ki hozzánk a kertbe. Megyünk, apu. Títe, paci! Títe, paci! Erről eszembe jutott, amikor apukádat vittem kempingezni kiskorában. Kemping apával? Bizonyám. Láttunk egy nagy mosómedvét, sőt, úsztunk is egy vízesésnél. Kempingez velem is. A kempingezésre fel kell készülni. Nos, szerintem jó ötlet. És nem is kell olyan sokat készülni. Megvan még a sátrad? Azt hiszem, ismerek egy tökéletes helyet. Várj! Hey, Caillou! Hova mentél? Itt vagyok, nagyapa. Most te mész be, és én tartom a sátor elejét. Látod azt a karótot hátul? Karót? Inkább megmutatom. Nézd csak, bogarak!
Valaki más is látta őket. Nézd csak! Nagypapa, látok egy fészket, amiben kismadarak vannak. Jobb lesz, ha felállítjuk azt a sátrat, vagy ma este mi is a fán alszunk. Ne tedd túl közel. Tökéletes! Isteni! Olyan vagy, mint egy mókus. A kempingezés élvezetesnek ígérkezett. Nézd a csillagokat, nagypapa! Kezd későre járni. Előkészítem a hálózsákot. Nagypapa, mik azok a fények a bokorban? Azok nem fények, hanem Szent János bogarak. Nézzük, el tudunk-e kapni egyet. Megvan, nagypapa, elkaptam! Tényleg elkaptad. Nagypapa! Caillou félni kezdett a hangoktól, de a nagypapája talált megoldást. Ébren vagytok, táborozók? Kész a reggeli? Jó reggelt! Mi történt? Hideg volt az éjjel? Túl zajos volt, ezért úgy döntöttünk, hogy a házban kempingezünk. Kempingeztem a nagypapával! Legközelebb, ha kempingezünk, szólunk az állatoknak, hogy maradjanak csendben. Fürödtök vagy meséljek? Ti döntötök. Mesélj, mesélj! Rendben, először mesélek. Majd utána fürödtök. Akkor most nézzük, mit csinált ma Caillou. A mai mesénk címe Caillou úszni tanul. Caillou, itt vagyok. Bejössz hozzám, Caillou? Valami fénylik, apa. Nézd! Ott jön, apa! Talán legközelebb már te is bejössz. Talán. Emlékszel a strandra? Igen. Szeretnéd, ha apa megtanítana úszni? Igen. Néhány nappal később Caillou elkezdett tanulni. Szeretett úszni tanulni, és mindössze néhány óra után egyre ügyesebb és ügyesebb lett. Most sikerülni fog, apa. Biztos vagyok benne, Caillou. Sikerült, apa! Úsztam! Caillou úgy akart úszni, ahogy a nagyfiúk és a nagylányok. Szeretnél visszamenni? Teljesen egyedül akarok úszni. Hát, ez jó ötletnek tűnik. Igen! Már tudok úszni, apa! Apa, nézd meg, hogy úszom teljesen egyedül. Ez az. Nyújtsd ki a kezedet, ahogy mutatta. Caillou a medence alján sétált, majd hamarosan úszni kezdett teljesen egyedül. Ügyes vagy, Caillou. Igen, itt vagyok. Nagyon ügyes vagy. Figyelj, hogy úsz! Caillou hirtelen megijedt. Caillou! Caillou! Erre gyere! De a papája végig ott volt mellette. Nyugodj meg, Caillou. Úsz ide, ahogy eddig csináltad. Kicsit ijesztő volt, ugye? De tudtad, hogy vigyázok rád, igaz? Igen, apa.
Tudod mit? Tényleg úsztál? Teljesen egyedül. Igen, úsztam, ugye? Nagyon büszke vagyok rád. Nézzetek Caillou-ra, milyen szép a ruhája. Nézzük, miről van szó. A mai mesénk címe Caillou új babysittere. Caillou szülei egy különleges vacsorára készültek. Veletek akarok menni! Caillou, ez az évfordulónk, egy különleges nap számunkra. De van egy meglepetésünk neked és Rosinak. Egy új babysitter? Hát nem nagyszerű? Nem akarok új babysittert! Ez biztos Julie, beengedem. Nem szeretem Julie-t! Julie volt az új babysitter, de Caillou a régi babysittert akarta. Ezért eldöntötte, hogy egyáltalán nem fogja szeretni Julie-t. Szia, Caillou, Julie vagyok. Csak nyomd meg a gombot. Nem elbűvölő anyukád ruhája. És milyen elegáns apukád a smokingban. Integessünk nekik. Aznap este eljött a vacsora idő. Semmit nem kérek enni. Én sem kérek enni semmit. Caillou, meg kell enned a vacsorát. Nem kényszeríthetsz. Van egy ötletem. Anyukátok és apukátok egy különleges vacsorára ment. Miért ne csináljuk ezt mi is? Habár Caillou eldöntötte, hogy nem szereti Julie-t, ez az ötlet elkezdte érdekelni. Gyertek, mire várunk még? Most olyan csinos vagy, mint az apukád. Komolyan? Bizony. Caillou rájött, hogy elkezdte megkedvelni Julie-t. Most menjünk, öltöztessük fel Rosit is. Gilbert! Várjatok! Caillou-nak tetszett az öltöztetős játék, de még mindig nem kívánta a salátát. Gyerünk, Caillou, enned kell. Nem akarok enni semmit. Én sem akarok enni semmit. Hát, ha nem akartok vacsorázni, miért nem reggelizünk inkább? Hogyan reggelizünk? Vacsora idő van. Hát az nagyon egyszerű. Mostantól mindent fordítva fogunk csinálni. Jó lesz. Szia, Caillou! Szia, Julie! Ti is jól éreztétek magatokat? Megreggeliztünk! Tényleg? És a vacsora? Arra gondoltam, hogy azt holnap is megehetik, ha nem gond. Nem gond, Julie. Ha kész vagy, haza is viszlek. Ne, apa, ne! Caillou olyan jól érezte magát az új babysitterével, hogy nem akarta elengedni. Ne aggódj, Caillou! Megígérem, hogy hamarosan meglátogatlak. Nézzük, hogy tanult meg Caillou korcsolyázni. Egy téli napon történt, akárcsak a mai. Amióta Caillou látott egy hoki meccset a szüleivel, korcsolyázni szeretett volna. Ezért az apukája csinált egy korcsolyapályát a kertben, és megvette neki az első korcsolyáját. Ellövi és gól! Micsoda gól, hölgyeim! Aki játékos akarok lenni? Ahhoz előbb meg kell tanulnod korcsolyázni. Én korcsolyázom a leggyorsabban. Nézd, anya, elesett. Akkor a világbajnokkal fogok korcsolyázni? Nagyszerű. Nézd csak, nem sokára neked is így fog menni. Jól van, először is meg kell tanulnod megállni a jégen.
Kájú rájött, hogy a korcsolyázás nem is olyan egyszerű, mint gondolta. Ez segít, amíg rá nem érzel. És már korcsolyázhatsz is. Már nem akarok korcsolyázni, túl nehéz. Tudom, hogy nem könnyű, de büszke vagyok, hogy próbálkozol. Na, még egyszer. Kájúnak már elege volt az esésekből, de úgy érezte, hogy még egyszer meg kell próbálnia az apukájával. Próbáljuk meg újra! Ez az, kicsim! Ügyes vagy, Kájú! Jaj, ne! Nézd, apa! Tudok csúszni! Kájú. Kájú, te korcsolyázol! Tényleg korcsolyázol! Nézd, anya! Korcsolyázom! Ki kér forró csokit? Jó néhány esés után Kájú kezdett ráérezni a korcsolyázásra, kivéve... Igen, kicsim? A következő gyakorlat a kanyarodás lesz. Aztán meglátjuk, hogy vegyünk-e neked egy hokiütőt. Egy hokiütőt? Hűha! Egyszer, mikor Kájú elment a parkba a nagypapájával, találkozott egy fiúval, akit nem kedvelt. Legalábbis ő így érezte. Kájú szeretett a parkba járni, és előfordult, hogy ott barátkozott is. Rendben, Kájú, jöhet! Csinálok még egyet! Jó napot, fiatalember! Hogy hívlak? Jim! Nos, Jim, ő itt Kájú. Szeretnél játszani Kájúval, Jim? Szerintem ez egy remek ötlet. Ha szükségetek van ránk, ott leszünk pont azon a padon. Épp tornyot építek! Én építem fel a tornyot! Az az enyém! Nem! Az enyém! Add ide! Letöntötted a tornyot! Nem én! Te voltál! Csinálok egy újat! Nagypapa! Lehet, hogy véletlen volt, Kájú. Jim sajnálja, Kájú. Ugye, Jim? De újraépítem. Ráadásul jó munkát végeztél. Most menjetek és játszatok kedvesen, jó? Rendben. Nem akarok ilyet játszani. Inkább megyek hintázni. Várj meg! Lökj meg! Nem, nem akarlak. Te lüksz először. Nem akarok többet veled játszani. Kájúnak nem tetszett, hogy mindenben Jim akart lenni az első. Kájú, mi a baj? Nem akar velem játszani. Mindenben ő akar lenni az első.
Jim, tudod, hogy mindent felváltva kell játszani? Vagy elfelejtetted? Tudom. Szeretnél a barátom lenni? Ezután felváltva játszottak a vödörrel. Felváltva lökték egymást a hintán. És a nap végére annyira jól érezték magukat, hogy a nagypapa talán nem is hitte, hogy még hazamennek. Gyerekek, ideje indulni! Még néhányszor lecsúszhatunk, nagyapa, szabad? Készen vagytok mesét hallgatni? Igen! Akkor lássuk, mit csinált ma Caillou. A mai mesénk címe Caillou és az apukája. Szia, anya! Szia, kicsim! Aztán nekem nehogy rosszalkodjatok! Sziasztok! Caillou anyukája és Rosie kirándulni indult. Ez azt jelentette, hogy Caillou az apukájával maradt egész napra. Ezt szeretem. Egy bögre jó erős kávé. És én is ezt szeretem. Emlékszel még a titkos tervre? Caillou és az apukája meglepetést csinált az anyukájának. Tetszeni fog anyának a könyves polc? Ó, igen, apa! Caillou szerette így tölteni az időt az apukájával, csak ők ketten együtt. Ez hamar megszárad, szóval... Jaj, ne! Jaj, ne! Jaj, ne! Mi történt, apa? Hát, hogy az elején kezdjem, csupa festék vagy. Ahogy te is. Igen, igazad van. Másodszor pedig elfelejtettem megvenni a szép kék festéket. Megmondom, mit fogunk csinálni. Elintézünk mindent, azt fogjuk csinálni. Igen! Így, Ni. Kész vagy? Igen. Akkor menjünk és intézzük el a dolgokat. Szerinted melyik tetszene anyának? Ez itt. Akkor vigyük. Így intézzük a dolgokat, apa. Ahogy mondod. Caillou és apukája úgy döntött, hogy hotdogot ebédel. Sziasztok! Megjöttünk! Caillou! Caillou! Megszáradt, apa! Mire készültök ti ketten? Elintéztük a dolgokat, anya! Nézd! Ó, egy könyves polc! Éppen erre volt szükségem! De várjatok csak! Úgy tűnik, hogy kaptam egy könyvet is. Azt én csináltam. Gyertek, gyerekek! Ideje, hogy meséljek nektek Caillouról. Nézzük csak, hogy mire készül ma Caillou. Igen, a mai mesénk címe Caillou répát ültet. Caillou, kicsim, menj ki a hátsó kertbe, valaki vár rád odakint. Caillou-t érdekelte, hogy ki lehet az. Nagypapa! Szia! Mit csinálsz?
zöldségeket ültetek az anyukádnak. Szeretnél segíteni? Igen! Csak várj és meglátod, Caillou, hogy mennyi zöldséget fogunk itt termeszteni. Caillou nem igazán szerette a zöldségeket, de a zöldséges kert tetszett neki. Adok neked egy különleges feladatot. Szeretnéd te ültetni a répákat? Igen, persze! Itt vannak a magok a répához. És hol vannak a répák? El kell ültetned a magokat. Azután sok vízzel meglocsolni, és csak ezután fognak kikelni. A nagypapa kijelölte a helyet, ahová Caillou elültetheti a magokat, épp ahogy a nagypapája mutatta. Igen! Nagypapa, ez itt nem jó. Nem nőttek ki a répák. Türelmesnek kell lenned. Az egész nyárra szükségük lesz, hogy kinőjenek. Az egész nyárra? Kész van a répa. Jó, akkor felragasztom a pálcikára a rajzodat. A tábla emlékeztette Caillou-t, hogy hová ültette a répákat. Minden nap megnézte a kertet, hogy ellenőrizze őket. Néhány hét után... A répa levelei. Ne! A répáim! Hes! Hes! Caillou nem tudta, hogy a répái valaha kinőnek-e. Túl sok időbe telt. De néhány héttel később... Szia, Caillou! Épp most sétáltam a kertben, és tudod, mit láttam? Azt hiszem, kinőttek a répák. Tényleg? A répáim? Látni akarom őket. Jövök, jövök. Ó, megint levelek. Nem répák, csak levelek. Nem olyan biztos az. Csak fogd meg a levelet és húzd. Majd meglátod. Egy répa. Jó étvágyat mindenkinek. Én magam ültettem a répákat. Ügyes vagy. Gratulálok, Caillou. Nézd meg Rosit, úgy tűnik, nagyon ízlik neki a répa. Habár Caillou nem szerette a zöldségeket, úgy gondolta, hogy az ő répáinak tényleg jó íze van. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta, magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak. Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette.